és nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Hát akkor hogy van ez? Akkor hogy van ez, ami itt van leírva? De miután hittek Fülöpnek, aki Elohim országára és a Yahusha Mashiach nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti, bemerítkeztek mind a férfiak, mind az asszonyok. Apostolok 8.12. 8.16, mert még senkire azok közül nem szállott rá a Kodesh Ruach, csak be voltak merítve a gazda Yahusha vagy Jézus nevére, amire ő azt mondja, hogy őrültség, hogy varázslás, hogy nem számít, hogy nem kell tudnunk. Ő erre ezt mondja, miközben az írás az ellenkezőjét írja, homlok egyenest az ellenkezőjét. Az etióp komornyiknak azt mondja Fülöp, ha teljes szívből hiszel, akkor bemerítlek, ugye arról van szó. Azt mondja, hogy hiszem, hogy Yahusha Mashiach, vagy Jézus Krisztus az Elohim fia. Hát akkor hogy tudnánk, hogy kiről van szó, ha nem úgy, hogy a nevét elmondja? Mondja azt, hogy az élet, az út, az igazság, az Elohim fia, vagy mit mondjon? Hogy a szelíd, az ártatlan, az akármi, valahogy meg kell neveznünk. Nem lehet mindig körbeírni. A név az igenis fontos az írásokban. Mindenkinek nem véletlenül volt egy neve, mint ahogy azt Attila is megállapította a videójának az elején, és utána mindvégig ellentmond saját magának. Végestelen végig. Ha a tartalmat nem ismertem meg, akkor én hiába mondom ékesen és helyesen, héberül meg arámi nyelven az ő nevét, nem ér semmit. Igen, mint ahogy amit te csinálsz, az se ér semmit, mert nem ismersz semmit róla, csak ezeket a szavakat szajkózod. Ez a probléma. Mint ahogy az összes keresztény is ezt csinálja. Csak szajkózza ezeket a hangzatos mondatokat, a nagy szlogeneket, meg a szavakat. De se a nevet nem tudják, se a tartalmat nem tudják, se nem élik az életet, amit ő élt, mert legalább valamelyiket jó lenne, de egyiket se. Igen, igaza van, ha nem ismered a tartalmat, akkor mindegy, hogy tudod a nevet. Ugyanúgy fordítva is így van, de ha nem csinálod, akkor az egészet megette a fene. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobubble, illetve jahuahútja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Én csak egyszerűen meg fogom mutogatni, hogy folyamatosan végig valótlanságot állít, az kész, majd mindenki eldönti magának. Itt a következő hazugság. Istennek a neve nem az, hogy Jehova vagy Yahuah. Istennek a neve nem az, hogy Jehova vagy Yahuah. Nem az a neve, hogy Jehova vagy Yahuah. Egészen elképesztő, hogy ő miket beszél. Ezt már egy óvodás is tudja, szerintem még a keresztények is kívülről tudják. És mondta Elohim Mósénak, vagyok, aki vagyok. Így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Az, aki van, az küldött engem hozzátok. Aztán megint mondja Elohim Mósénak, szól Elohim Mósénak. Így szólj Izrael fiaihoz, mondd ezt Izrael fiainak. Yahuah, Yahvé, a tetragrammaton, ez a szó, hogy az Úr, az eredeti héber írásokban a tetragrammaton, azaz Yahuah. Yahuah, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahamnak, Izsáknak, Jákobnak Istene küldött engem, azaz Mózes hozzátok. Ez az én nevem mindörökké. És az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Hát akkor csak van neve, miközben ő itt azt hazudozza, hogy nincs. Nevét nem ér semmit. Semmit nem ér. Istennek a neve nem az, hogy Jehova vagy Yahuah. Nem az a neve, miközben itt azt mondja, hogy az a neve. Yahuah, a ti atyáitoknak Istene küldött. Ez az én nevem mindörökké, és az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Hát akkor ki az, akinek hinni fogunk? Attilának? Ezzel a filozófiával, vagy annak, ami le van írva? Istennek a neve nem az, hogy Jehova, vagy Yahuah. Itt van még egy Zsoltárok, ezúttal 113-as fejezet, második vers. Áldott legyen Yahuahnak neve. Yahuahnak neve, ez a tetragrammaton megint csak a héberben. Előtte azt mondja, hogy dicsérjétek Yahuahnak nevét. ami szintén a tetragrammaton. Napkelettől fogva napnyugatig dicsértessék Yahuah neve. Dicsérjétek Yahuahnak nevét a tetragrammaton 3068. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a jahuahútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!